Szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Ugye Dargai Lajos Múzeumigazgató, művészet szervező tevékenysége a Nikolás Söffer gyűjteményben. Ugye mai néven Nikolás Söffer gyűjtemény, de annak idején Söffer Múzeumként nyílt meg 1980-ban. 1984-től 1991-ig kalocsán megrendezett Schöffer szemináriumok története fehér folt a művészettörténet írás számára, noha ezeknek a szemináriumoknak kulturális és művészettörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségűek. mégis viszonylag kevés figyelem irányult rájuk az elmúlt 40 évben. A soffer nevével jelzett szemináriumokat. Söffer és Dargai Lajos szoros szakmai kapcsolatának és barátságának köszönhetően jött létre, és vált rendszeresen megrendezett összművészeti és művészeti és tudományos sorozattá. 1980-ban megalakult söffer Múzeum kezdetektől Dargai Lajos szakmai és művészeti irányításával működött, közel 30 évtizeden keresztül. Dargai számos kiállítást, művészeti pályázatokat szervezett, de ezek közül ugye kiemelkednek ezek a szemináriumok. A Söffer Múzeum intézményes keretei között létrehozott szemináriumok, interdisziplinális fórumai voltak, a képzőművészet, a zene, a táncművészet, az irodalom, valamint a művészettudomány hazai és nemzetközi szereplőinek még nem ezt egy pillanatra visszalépek, ugyanis 80-as években járunk, ugye ekkor, ahogy az előttem szólók már említették, ugye megnyílnak ugye a határok, illetve a kádárkori puha diktatórának a, a kirakatnyitottsága lehetővé tette a tűrt ö, és a tiltott kategóriák közötti határvonal ö, felpúlását, és ezzel utat nyitva a külföldi művészek meghívásának, valamint, hogy ezek a külföldi trendek megjelenhessenek Magyarországon. Másrészt ugye a francia-magyar külkapcsolatok is kedvező ö, irányban alakultak, és ezek is hozzájárulhattak ehhez a történésekhez. Másrészt ugye a helyi kalocsai művelődés politika is nyitott volt. Ezt mutatják ugye az elmúlt két évnek az eseményei, ugye a múzeumnak a megnyitása, illetve a 82-es toronynak ugye a felépítése. Itt Horváth Péter fotóján láthatjuk. A Söffer szemináriumok 84-től 91-ig négy alkalommal kerültek megrendezésre. Aztán ezek a financiális támogatások csökkenésével anyagi hiányában fokozatosan abba maradtak. Söffer halála után még 2002-ben egy emléknap keretében, majd 2012-ben, illetve 2016-ban a Söffer gyűjtemény apropóján apropóján rendeztek szimpóziumokat. A szeminálimok nemzetközi kapcsolatrendszerének motorja Söffer volt, aki egyrészt kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, köszönhetően annak, hogy még az első világháború előtt emigrált Franciaországba. Söffernek ugye második otthonától kezdve Párizs lett, és francia állampolgárként egy más pozícióból tudta megszólítani mind a kalocsai vezetés, mind a művészet és tudományos szféra képviselőit. Amint láthatjuk, ugye a szemináriumokat 91-ig, tehát a 83-as, illetve a 89-es az, azok elmaradtak, terve voltak véve, de elmaradtak. Hát a 83-as szemináriumot ugye tervezték ugye legelőször. Ugye ennek a tematikája már az előző években körvonalazódott művészet és gazdagság, művészet és technológia, és művészet és urbanisztika fő programpontok mentén a közel egyhetes hetes rendezvény sorozat szervezője, mert a Söfer Múzeum mellett a Kalocsa Városi Tanácsa Művelődési Osztálya volt. A programról meg is jelentek különböző híradások. Igen. A programterv szerint ugye Nikolás Söffer is tartott volna előadást, délután pedig egy zenei program lett volna, és ekkor már szervezték, szervezette a Dargai Lajos egy kiállítást, Bakimre, Balog László, Fajó János, Hence Tamás, Gulyás Gyula mellett saját maga is részt vett volna ezen a, kiállításon, de ugye ez sajnos meghiúsult. Ugye ennek egyrészt... Ö, oka lehetett, hogy 83. augusztusáig még nem véglegesítették dargait abban a státuszban. Ugye ezt egy levélből is tudjuk, amit Major Máténak írt. A 84-es Söffer szeminárium volt tehát az első szeminárium. Ugye itt látjuk, hogy a, a, szemináriumok elnevezésében is vannak különbségek, tehát először szemináriumként, aztán pedig szimpóziumként jöttek létre, hogy nevezték el őket. 84-ben egy négynapos szeminárium egy kötetlenebb programmal indult. A Söffer Múzeum és a Kronos 8 fénytorony megtekintése volt ugye az első programpont, és maguk az előadások nem egy témaköré csoportosultak, hanem többféle terület kapcsolódott a szemináriumhoz. És a művészi alkotó munka új lehetőségeiről zenei és múzeumpedagógiai és építészeti tematika is megjelenik a szeminárium sorozat programjai között. Ezen a 84-es szemináriumon Söffer személyesen is részt vett új zenei hangkonstrukciók eredményeinek bemutatásával. Ehhez kapcsolódva Jenei Zoltán zeneszerző előadását is meghallgathatták a résztvevők. Ugye ma az eseményt Söffer nyitotta meg a Kalocsai Művelődési Központban, ez az ötnapos program, ez a, tulajdonképpen a haza- és külföldi avantgárd irányzatok múltjáról, jelenéről, az irodalom és a vizualitás és a zene kapcsolatáról szóltak. És egy 87-es májusi keltezési jelentés szerint, amit ugye még, a, amit az előbb József is hogy a képzőműszeti gyűjtemények és érseki-gazdasági levéltár, címlé, vagy fejlécével láttak el. Azt írja a Dargai, hogy 75 magyar és 15 külföldi vett részt ezen a, az eseményen. Valamint részt vett a Francia Kulturális Minisztérium egyik vezetője is. Kovács Győző, a Naima János Számítógép Társaság főtitkára a számítógép alkalmazási területeit és felhasználási lehetőségeit a művészeti alkotó munkában ezzel a címmel tartotta meg az előadását. Ezen a 84-es szemináriumon Söffer bemutatta a, a Grafilux programozható alkotásait. Ugye ennek, ennek előzménye az volt, ami kapcsolódott is ugye Kalocsához, hogy előzőleg ezeket a kalocsai iskolákban ugye kísérleti jelleggel használták és a gyerekek körében. A 85-ös szeminárium volt a következő, ugye, amely már, amit augusztus 1 és 4 -e között rendezték meg, és ekkor Söffer Miklós meghívására a Magyar Műhely folyóirat szerkesztőségének tagjai vettek részt a szemináriumon. Ennek a fő témája az Avangárd jelene és irányzatai voltak. A négy napos összejövetelen a hazai irodalmi Avangárd képviselői is bemutatkoztak. A találkozó előadásában, bevezető előadásában Pomagács Béla irodalom vázolta fel a hazai Avangárd történetét. A négy nap során délelőttönként a magyar műhely szerkesztői, Bújdos Alpár, Nagypál, paptibor tartottak előadásokat, délután pedig a hazai avantgárd írók mutatták be a legújabb műveiket. A magyar műhely szerkesztőségi tagjai közül Nagypál költő, Bújdos Alpár író, Erdély Miklós író, Pap Tibor író vettek részt, valamint Eszterházi Péter is részt vett ezen a rendezvényen. Pap Tibor a Magyar Műhely Párizsi Szerkesztőségének előadása a Vizualitás és Irodalom címmel hangzott el, amely előadás keretében mutatta be az első magyar nyelvű dinamikus képversét. A szemináriumon Bekelászló és német Lajos művészettörténészek is részt vettek, akik egyébként a szemináriumok visszatérő előadóinak számítottak, és előadásaikkal a későbbi szemináriumokon is szerepeltek. 85-ös szemináriumon részt vett Hegyi Lórán, művészettörténész is, valamint, ami még egy zenei téma is volt, Szigeti István, a Magyar Rádió Zenei Főosztályának vezetője, új zenei kutatások címmel tartott előadást. Ennek a szemináriumnak része volt egy, amit ez a prospektusából kiderült, egy olyan interaktív program is, amely része volt ugye az eseményeknek, és a, mint a számítógépet, mint művészi alkotóeszközt mutatta be az érdeklődőknek. A következő szeminárium, ez a 87-es szeminárium volt. Itt a számítástechnika művészi alkalmazását ö, tűzték ö, ki célul, és megpróbáltak áttekintést nyújtani a szakma legprominensebb képviselőinek közreműködésével arról, hogy a számítógép az alkotó munkában milyen segítséget tud nyújtani, és milyen lehetőségeket tár fel az alkotó előtt, és milyen kapcsolatot létesíthetünk a társadalom és művészet, a gép és a társadalom, az ember és a gép, a, és a gép és a gép között. Ezen a szemináriumon a Stockholmi Táncművészeti Főiskola kísérletező művészei mutatják be komputerzenére komponált, számítógéppel komponált zenére egy eredeti új módszert, hogy hogyan segítheti a kompjúter a koreográfusokat, illetve a táncosokat a tánclépéseknek a rögzítésében. Ezen a szemináriumon Söffer nem tudott részt venni, már az egészségi állapota miatt. A, egyébként a Stokholmi Főiskoláról Ungvári Tamás zeneszerző, Rajka Péter koreográfus, Anett Herikson táncművész mutatták be a számítógép és a táncművészetnek a kapcsolatát. A város részéről ugye a rendezvényen részt vett uh, Geri István, amit a megyei tanács elnök helyettese, Szalók István, a Kalocsa városi tanács elnöke, Dániel Géza, a Városi Párbizottság titkára és dr. Kovács Győző, a Najma János uh, társaság alelnöke is. A levelezésekből kiderül, uh, hogy az eredeti uh, címét, tehát a komputer uh, zene témáját, a meghívottak számára kiküldött levelekben kérik, hogy módosítsák, bővítsék ki, mégpedig, hogy a szemináriumnak az a célja, hogy feltárja és bemutassa a számítástechnika és a zene, a mozgás és a művészet lehetséges kapcsolatait. Ennek a szemináriumnak a egy záró eseménye volt, ugye a Főszékes Egyházban tartott koncert, Wolfgang Mitterer, Ungvári Tamás és Lányfalusi Vilmos részvételével. Ezen a szemináriumon Csái Attila képzőművész lézer bemutatóját is láthatták, ugye itt lehet látni ezeken a programokat. Aztán a következő, ugye volt egy 89-ben is tervezték a tervezte dargai, hogy megrendezik a szemináriumot, azonban olyan kevés jelentkező volt, hogy itt az archívumunkban egy levélből kiderült, hogy sajnos vissza kellett, hogy mondják ezt a 89-es szemináriumot, így ugye a következő már a 91-es volt. Ugye itt már Söffer szimpózium néven került meghirdetésre. Témája a magyar neokonstruktivista és kinetikus művészet, valamint a magyar kortárs zene. Az első ö, ö, napi voltak Fajó János festőművész, Bakimre, Haraszti István szobrászművész, Jovánovics György, a második napon délelőtt pedig Sík Csaba, a holnap művészettörténész, illetve a holnap kiadó igazgatója, Jenei Zoltán zeneszerző tartottak előadást. A szeminárium támogatói ekkor már nem a város volt, Kalocsa városa, hanem az országos közművelődési központ. Bács-Kiskun megyei művészeti kuratóriuma tehát itt már látszik az a folyamat, hogy már egyre kevesebb támogatást kapnak ugye a várostól. És az a, az országos közművelődési központ az, aki egy keretet nyújtott erre a szeminárium megvalósulására. Ugye ezek a szemináriumoknak a jelentősége az az, hogy megteremtett ugye egy párbeszédet egyrészt a hazai és a nemzetközi művészeti élet szereplői között, másrészt a különböző művészeti ágak között. Ugye mindezt ugye a szocializmus idején, illetve hát már az utolsó az már a rendszerváltás után volt. Hát a szemináriumoknak az utóélete azok az emléknapok, amikor még szintén tehát hogy szintén tartottak előadásokat, de ezek már ugye nem, nem voltak ö, olyan jelentőségűek, mint ö, ugye amit, ö, amit Dargai Lajos szervezésében ö, ö, történtek. Ö, itt idézek is egy ö, cikket, hogy ö, tehát ezek, igazából ezek a, ezeknek a szemináriumoknak a recepciójára ö, utal, vagy éppen arra, hogy miért nem ö, voltak. Ez a Élet és Irodalom ö, a folyóiratba jelent meg, olyan címmel, hogy miért nincs az, ami van. És ezt nem tudom, hogy hogy tudnám kimagítani. Kettő? Uh, akkor a többi rendszerűs időnek van? És akkor amit szeretnél nagyítani, arra miért, lehet. Miért? Ez új, ez, ez a mű Ez a mászó. Tehát ez a miért nincs az, ami van. Nem uh. tudom, hogy mennyire olvasható. Tehát ezt így... Uh, Érdemes. Azon, hogy a következő számukban a kortárs művésze, így gyűjteményekkel Győr, Székesfehérvár, új város Múzeumán. Ismerkednek? Nem, ismerkedhetnek az új művészet, új művészet lapnak a munkatársaim. Jó, és... A Siányos és... Kalocsán Erekenc ez. 80 óta Nemzetközi sofőr igen, Nem valamint. A... Ugye létre hogy egy. Vendégeinek ajándékból álló, és tudom, hogy csak Igen, tehát hogy a vendégek ajándékaiból létrejött egy. Létre... Tehát, létrejött egy, létrejött... Állandó kiállítás közöttben. Igaz, nehéz körülmények között, de mégis él a múzeum és látogatható. Talán az első között a Alapod megérdemelni, hogy egy szaknak, hogy egy új művészet munkatársa, ha már hak sikerültek. Még 10, 12 kilométert a felé, plusz komp. Igen. Igen. ezt úgy gondoltam, hogy ezt érdemes betenni, bár nem, nem ezt szántam a végére, de most már csak egy percem van, úgyhogy a, a, a szemináriumok utóéletéről így már nem tudok beszélni. Még annyit, hogy ö, ö, tehát, hogy igen, hogy ezeknek a szemináriumoknak ugye sokkal nagyobb a jelentősége, mint amit, amennyi, amennyi figyelmet kaptak ugye ezek a szemináriumok, és amilyen ugye, jelentőséggel bírtak. És hát még, még, annyit szerettem volna, még egy pár, hogyha még egy percet lehet, hogy a, a modern gyűjteményből ugye itt van egy pár kép, tehát Kossák Lajos, Fajó, Balogh László ézaleuréma alkotásai, és ugye hát ez az a bizonyos modern gyűjtemény, ami Dargai Lajosnak a, a múzeumigazgatói munkássága során létrejött, és ennek, az ered, vagy ennek a megemlékezésére volt ebben az évben egy térés a vonal lírája címmel Dargai Lajos modern gyűjteménye egy kiállításunk a Söfred gyűjteményben. Egyébként, akit érdekel a Söffer gyűjteménynek a, facebook Facebookján, illetve a honlapján meg tudja nézni a 3 d a keretében ezt a kiállítást, és akkor találkozhat ezekkel a művekkel, amiket a Dargai Lajos gyűjtött össze. Köszönjük szépen!